Így néz ki a több mint 100 éves megyeháza tetőszerkezete belülről. Ráfér a felújítás, azért 3 ütemben indult el az épület energetikai korszerűsítése. Az is a cél az állagmegóvás mellett, hogy kevesebbe kerüljön a fűtése. Ilyen energetikai megoldásokról tanácskoztak kedden a megyeházán. Készültek átfogó tanulmányok 4 ország köztük hazánk közreműködésével. A projekt indulásakor 2020-ban még nem tudták, hogy ennyire felértékelődik az energia szerepe, hangzott el az erről szóló sajtótájékoztatón. A program hazai partnerei a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, valamint a Nyíregyházi Egyetem. A közreműködésükkel 3 településen, Záhonyban, Kemecsén és Tiszalökön 5-5 intézményben végeztek energiahatékonysági felmérést. Az általános célok megfogalmazása mellett, mint az energiahatékonysága, az alternatív energiaforrások felhasználása, a lakosság tudatosítása, tényleg és energia megtakarítása vonatkozó intézkedéseket fogalmaz meg önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában, így hőszigetelés, napelem használata, levegőztető rendszer, nyílászáróknak a cseréje. A megyei önkormányzat másik feladata pedig a lakosság körében egy kampány folytatása annak érdekében, hogy az energiahatékonyság, a környezettudatosság erősödjön, kialakuljon az a készség, ami ennek megfelelő. A Nyíregyházi Egyetem szakértői tevékenységet végez a közös energetikai koncepció kialakításában. A pályázatból egy energetikai laboratóriumot is kialakítanak, amelyben időjárási adatok megfigyelésével a nap és szél energia felhasználhatóságát és egyéb energetikai méréseket végeznek majd. Ha a megyét nézem, és erre fókuszálunk, természetesen hiszen ez a célunk, hogy lokálisan próbáljunk valamilyen alternatív megoldást találni. Megítélésünk szerint itt a jövőben megerősödhet és meglövekedhet például a geotermikus energiának a felhasználása. Tehát nem a klasszikus hőszivattyúra gondolok, hanem arra, hogy termál vízzel nem csak gyógyfürdőket látunk el, hanem akár távfűtési rendszereket hozunk létre, vagy akár mezőgazdasági tevékenységben is tudjuk ezt hasznosítani a már meglévő napenergia felhasználás mellett. A hazai intézmények mellett Románia, Szlovákia és Ukrajna határmenti területein is több településen, például Ungváron vizsgálták az egyes intézmények energiahatékonyságát, valamint az alternatív megoldásokat. Ukrajnában 4 önkormányzat vesz részt a projektben, közülük 3 hegyvidéki területen fekszik, melynek fontos központi szerepe van a lokális energiatermelésben. Az energiahatékonyság feltérképezése 2 lépésből áll. Az egyik a jelenlegi hagyományos energiafelhasználásának vizsgálata, meg kell nézni a műszaki hátterét azoknak az önkormányzati épületeknek, iskoláknak, óvodáknak, szociális intézményeknek, amelyek önkormányzati fenntartásban működnek. A másik lépés pedig azoknak a megújuló alternatív energia lehetőségeknek a feltérképezése, amely az adott településeknél a leghatékonyabban található. Mik ezek? Egyrészt a napenergia, másrészt a hegyi folyókon, jelen tanulmányban a Tereszván olyan kisebb lokális erőművek kialakítása, amelyek még nem károsítják a környezetet, valamint a szélenergia kihasználása. Mondta Natalia Noza, az Ungvári Európai Kezdeményezések Központjának vezetője. A projekt célja a határokon átnyúló energiakoncepció kidolgozása mellett a határmenti régióban élők tudatosságának, készségeinek növelése a környezetvédelme érdekében.